No, hát sziasztok! Újra, megint én. És megint csak egy olyasmi, mint egy road movie lesz a mai történet, ami egy kicsit érdekesen alakult, ugyanis vasárnap van, és éppen elmúlt dél. Egy hirtelen reggeli felindulásból Jani barátom, akivel ugye most egy párszor voltunk együtt kvadozni, átlinkelt nekem egy hirdetést, egy 625-ös CFMotóról, amit éppen most raktak föl, meghirdetve tényleg jó áron, jó felszereltséggel, igazából még garanciális, tehát 1 éves a gép, hogy őt ezt érdekelni. Én megmondtam neki, hogy hát igazából ilyen felszereltség ugye L7-es ráadásul, tehát országúti változat, mondom, nem fog úgyse kapni. Úgyhogy ennek apropóján most gyorsan összeszedtünk mindenünket, és megindulunk az illetékes célpont felé, ahol a gépet lehet találni, és reményeink szerint hozzuk is hazafelé, mert úgy néz ki, hogy ténylegesen egy hazai viszonylatban is jó vételnek számító gépről van szó. Úgyhogy a mai történet az erről fog szólni, igazából ami egy ilyen kiruccanáshoz most így hirtelen összeszedtünk és kell, az ugye egy megfelelő szállítójármű, vagy esetleg aki bevállalja mondjuk ilyen hűvösbe, akkor az ugye országúton hazahozhatja, például ezzel is ugye lehet autópályán menni, hogyha valaki akar vele birkózni. Ami fontos, ugye adásvételi szerződés, készpénz, vagy ha esetleg úgy van, hogy van lehetőség, akkor bankkártyás átutalás. Aztán ami kell egy átvizsgáláshoz, ami szerintem legalábbis, tehát én már ugye voltam 2 gépet venni saját célra, ezeknél, amit igazából ténylegesen megnéz az ember, az még ha a külalak is, hát mondjuk ez egy új gép szinten, úgyhogy azt lehet mondani, hogy valószínűleg nagyon sérülések nem lesznek rajta. Ami fontos ugye a futóművet végignézni, hogy a csapágyak esetleg ki vannak-e már kopva. A gumiharangokat ugye a féltengelyeknél, azoknak a cseréje azért kicsit macerás, de nem lehetetlenség. Ami fontos, variátorszíj állapotát megnézni, ugye szerencsére a CFMoto az egyik olyan gépcsaládba tartozik, ahol ezt viszonylag gyorsan meg lehet tenni, mert tényleg egy pár csavar össz-vissza CVT váltónak a fedele, úgyhogy az gyorsan le lehet szedni és hozzá lehet férni. Aztán még amit esetleg szerintem érdemes megnézni állóhelyzetben ugye a levegőszűrőt, hogy esetleg az olajat köpje visszafelé a motor, mert akkor ott már lehetséges, hogy vannak bizonyos műszaki problémák. Úgyhogy körülbelül nagyjából ezeket szedtem össze hirtelenjébe, hát meg persze azért az ember megy vele országúton, vagy legalábbis ahol lehetséges ott kipróbálni egy normális terepen, hogy na tényleg mégis milyen, hogy normálisan nem húz félre, nem rángat, nem zötyög, lehetőségekhez képest, mert hát most jó persze, hogy egy traktorgumival szerelt gép azért országúton úgyis zötyögni fog, de na, tehát biztos, hogy az ilyen rendellenes dolgokat észre lehet rajta venni. Úgyhogy nagyjából hirtelenben ennyi, és akkor hát majd útközben jelentkezünk, meg remélhetőleg onnan is jelentkezünk, meg remélhetőleg boldog fejjel jelentkezünk majd hazafele jövetből is. Úgyhogy tartsatok ma is velem, vagyis hát velünk, ugyanis megyünk 3-an, mert Jani hozza az édesapját is. Ugye alapból a szerződéshez tanúként kell 2 ember pluszba, úgyhogy az egyik majd valószínűleg én leszek, a másik az ő apukája. Na, úgyhogy sok a pofázás, úgyhogy haladjunk. Sziasztok! Na, újabb bejelentkezés. Jani már röhög rajta. Hiába ez a youtuberkedés, ez ilyet. Megvan a Verda, leendő szállítóeszköz, hát erre kényelmesen felfér. Kicsit mondjuk háttérzaj biztos, hogy lesz, mert itt mellettünk van, most itt éppen a M1-es M7-es kivezetőn, úton vagyunk a leendő gépezet felé, hát 2 óra, még innen durván egy másik 2 óra, mire odaérünk. Aztán majd onnan jelentkezünk, remélhetőleg, hajrá! Ja? Vissza, igen, a hajtást várom! Helyettesítem Petit, mert az nem csinál semmit videó kapcsán. Majd átküldöd? Majd átküldöm. Tényleg, jó, hogy mondod. Hozta magával a kamerát, de csak a zsebébe belengeti. Várjatok, várjatok! Fölrakjuk ide. Jó, több kameraállásból is meg lesz. Tegyünk oda valamit? Kötél alá? Nem tudom, addig jól, hogy már jönne a lábon, még onnan álljön, már mire jönnék. nézzük, hogy innen mi látszik. Tökéletes. Na, gazdagodtunk egy új varossal. Majd folyt köp. Még nagyon nem középen? No, hát közben ránk sötétedett, de a gépezet föl van varázsolva. Úgyhogy Jani most már boldog tulajdonos lesz, mihelyest átiratja a nevére a szép kis 625-öst. Igen, hát a rutin. Ó. Bemegyünk esetleg az alábbitel is aláírtálni? Ah, majd igen, tényleg azt is még le kell tanúzni. Még én tisztantok egy hozzád. Jó. Van három, meg vagyok fácra, valószínűleg. Aha. Na, úgyhogy hát ez volt egy gyors hozvásárlás. A vizsgálatokat végignéztük, hát mondjuk a CVT-nek a fedelét eléggé szívás egy kicsit levenni, mondjuk nem azt mondom, hogy problémás, csak egy kicsivel több csavar. De megoldható volt a dolog, felfüggesztés tökéletes, gumiharangok tökéletesek, igazából hát tényleg most egy éves gép, 3500 km szinte még majd lesz, hogy bejáratós. Kipróbáltuk, megy, húz rendesen, még két személlyel is, úgyhogy hát ezúton is Janinak gratulálunk hozzá, meg sok balesetmentest, és majd együtt folytatjuk, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok! CF600AU 3L a kódja. Csomagtartók is. Első is elég magasan van rajta. Nagyon jó kis szervója van. Rendszám a szállításhoz letakarva. Na, úton hazafele Pest határa, egy gyors kötés ellenőrzés, meg egy gyors könnyítés magunkon. Hát a gép az stabilan állja a helyét. És érdekes így most ugye felülről nézni, hogy a kipufogónak itt lefelé van vezetve a vége. Egy ilyen kis fura megoldás, de attól függetlenül teljesen jó. alvás szám oda bent, azt majd Janinak mondjuk, van rajta hó, mert olyan helyen jöttünk, ahol már hóesés is volt. Győr környékén, jó, kellemes. Jani, ott van rajta adattábla, az egyik, aha, az elején, az alvásszámat meg itt találod, meg hátul. Azt nem is néztük össze, de biztos tűnt. Hát, ha nem. Tükrök megvannak, meg ami a tükrök között van, az is megvan minden. Úgyhogy innen csapatunk hazafelé továbbra is. Na, hát igen, ez a videóhoz tartozik konkrétan. Ugye igaz, hogy most más időben lett hozzátéve, de volt a múltkorában egy kis vita a fórumon, hogy tényleg amikor az ember elmegy megnézni egy használt gépet, akkor mit érdemes egy használt kvadon megnézni? Hát én mondtam az én véleményemet, mások mondták a mások véleményét. Minden esetre azt mondom nektek, hogy természetesen te hallgattok, akire akartok, úgyis mindenki ugye a saját kárán fog tanulni, de én azt mondom, hogy első körben, amit megnézel mindig egy gépen, szerintem, ez mondom csak az én dolgom, és valaki nem ért vele egyet, az egyik a futóművek, tehát ehhez ugye érdemes egy kicsit megemelni a gépet, mint az autóknál is megnézni a csapágyaknak a lógását, hogy esetleg kotyog-e a futómű. Ha az rendben van, akkor ugyancsak, ha már ott vagy a futóműveknél, igaz, most itt nekem ugye szét van bontva a gép a szerelés miatt, de megint csak érdemes, mert eléggé szívós dolog kicserélni rajtuk, például a féltengelyeknek a gumiharangjait. Ezeket is nyugodtan át lehet nézni, hozzá lehet férni, ugye mikor itt is van a kerék, akkor is nyugodtan rá lehet látni, hogy milyen állapotban van. Igazából mondanám, hogy lehet nézni a fékbetéteket, nincs értelme, mert a kvadoknál azok annyira kevésbé kopnak, de ha esetleg mégis úgy gondoljátok, be lehet nézni, akár innen előről is, igaz, a kerék miatt nem fogsz belátni, mindegy, de ez megint csak olyan, hogy aki akarja, ezt megnézheti, és ami vitát kavart a dologban, pontosabban mások ugye más véleményen vannak, én azt mondtam, és most amikor voltunk ugye Janinak venni a gépet is, mi végignéztük, ezért is köszönöm a segítségét az eladónak, a Csabinak, mert tényleg nagyon korrekt volt, és látszott, hogy ő ugye azok közé, az eladó közé tartozik, aki nem szemetet árul, tehát tudja és vállalja a gépének az állapotát, és ehhez hozzátartozik az, hogy ugye most teszem föl a 850-esnél, le kell venni a két ülést, valamint le kell venni ezt a műanyag fedő burkolatot azért, hogy a szűrőt, a légszűrőt meg tudja az ember nézni. Itt ugye még van rajta 3 darab kis biléta, vagy 4 darab, vagy 6, mindegy, oldalanként 3. Ezt ugye leveszi az ember, szűrőházba bele tud nézni, motorolaj van esetleg benne visszanyomva, a kartergáz visszaviszi az olajat, vagy valami, mert akkor valószínűleg már a blokkal nem teljesen százas minden. A másik, ami megint csak hozzátartozik, most nem fogom levenni, olajszint ellenőrzés. Ugye leveszi az ember, akár az 520-asoknál is, most igazából én a CFMotót mondom, de ez bármelyik gépre igaz. A javarészben azért olyan helyen van ez a része neki, hogy napi szinten lehessen ellenőrizni. Itt ugye meg lehet nézni motorolaj, speciál 850-esnél ugye van hátul a váltónak is olaj, ezeknek igazából csak egy általános állapot ellenőrzés, hogy milyen állapotban van benne az olaj. Úgyis le fogja mindenki cserélni, mikor hazaviszi a gépet értelemszerűen, de akkor is én azt mondom, hogy érdemes ránézni. Aztán a másik, ami inkább vitatárgya volt, hogy most megint csak ugye a 850-es mondom, de például a CFMotónál szinte az összesnél, speciál mondjuk a 625-ös, amit Janinak vettünk, ott annyiban egy kicsit speciálisabb a helyzet. Ugye a 850-esnél van 1 darab fedél, van rajta körbe 9 darab csavar, azt a 9 csavar gyorsan akár egy kézi, vagy kis elektromos kihajtóval az ember gyorsan kihajtja, leveszed, rá tudsz nézni, egyből látod, hogy akár a szítátság milyen állapotban vannak, meg vannak-e égetve, akár a szíj milyen állapotban van, tudjátok jól, legalábbis aki foglalkozott vele, hogy mondjuk például a 850-esnek egy szíja mondjuk durván 70 000 forint, de egy 520-ashoz is, tehát akár a 450-es, 520-as, azokhoz is azért egy ilyen 30-40 000 forintos tétel. Szerintem, ha olyan állapotban van, érdemes azért a vételárba belealkudni, ezt megint csak ugye mindenki saját maga fogja eldönteni. Annyi, amit mondani akartam, hogy a 620-asnál ott ugye például itt van rajta még egy külső burkolat, az is 2 csavar és összesen ennyi. de teszem föl mondjuk a TGB-knél, ott például itt ezt az egész lábtartó részt le kell venni, pontosabban ugye a túloldalon, azt hiszem ott a másik oldalon van a CVT. Meló, nem meló, ezt mindenki eldönti, eladó is, vevő is, hogy igényli vagy sem. Ha van felesleges 80 000, előbb-utóbb úgyis cserélni fogod, ez biztos, kérdés, hogy mikor. Tehát ez mindenkinek a saját dolga, ugyanez vonatkozik ugye akár a levegőszűrőre is, akár annak az állapotára. Aztán ami még fontos, például ezt ugye mondjuk teszem föl a 850-esnél megoldották normálisan, igaz, most nekem egy kicsit ugye széjjelebb van borítva a gép a kelleténél, de itt ugye az elejébe látható, nekem itt van ugye az akkumulátor, itt van a kiegyenlítő tartálynak, vagy pontosabban a hűtőnek a kupakja, valamint itt van, hát most a szerszámok alatt látszik, nem látszik, ott van a kiegyenlítő tartálynak is a csatlakozója, relé csatlakozók, ugye az elektromos csatlakozó része, biztosítékok. Megint csak egy olyan dolog, aki akarja megnézni, aki nem akarja, nem nézi meg, de ha például azt látod, hogy csupa olaj a termosztátnál, vagyis pontosabban ugye a hűtőradiátornak a kupakja, megint csak gyanús a dolog, hogy a blokkal valami nem stimmel. Aki akarja megnézni, aki nem, ez ugye mindenkinek természetesen, ahogy mondtam, saját költsége lesz, előbb-utóbb majd rájön, hogy vagy hülyeséget csinált, vagy nem csinált hülyeséget. Aztán hát igazából most jó, persze gumikat nézheted, cseredarab lesz úgyis, amennyire kopott, az állapot függő, mindenki saját maga el tudja dönteni. Körülbelül nagyjából ennyi, beindítod, hallani fogod úgyis csörögcsattog, nem csörögcsattog. Ugye például a 850-esnek is, sőt szerintem lehet minden CFMotónál, a variátor oldalon van egyfajta ilyen kis cicergő hang, vele járója, meg kell szokni. Elvileg az újaknál nincsen, a régebbieknél jellemző. Nem azt lehet mondani, hogy problémát okoz, mert igazából használatából nem okoz semmi különösebb hibát. Aztán ami most ugye nálam, ami miatt szét van szedve a gép, ugye a szervónál megint csak beindítod, úgyis mész vele egy próbakör, természetesen ebbe egyetértek a többiekkel is, hogy azért egy ilyen értékű gépet nem adunk oda senkinek sem, csak így puszipajtás alapon, tehát mint ahogy akár egy motornál is, ha valaki elmegy, vételár, letétbe helyez, ott hagy a tulajdonosnál, és akkor ki lehet próbálni. Természetesen, ha valami hülyeséget csinál az illető a próbakörön, összetöri valami, az ő felelőssége vétel arányában ezt majd szépen vagy kompenzálja. Ez már ugye mindenkinek a saját dolga, de én azt mondom, hogy természetesen egy próbakör mindenféleképpen kell a géppel ahhoz, hogy valaki megvegye. Például mi a Janinak a gépével mentünk 3 próbakört is, mentem egyedül vele, ment ő is vele, mentünk együtt vele, ennyi, ki kellett próbálni, ez hozzátartozik egy gépnek a vételéhez. Természetesen mindenki, ahogy mondtam, saját felelősségére ettől eltekinthet, aztán vesz egy olyan gépet, amilyet szeretne, aztán használat közben majd kiderül, hogy jó volt vagy nem volt jó. Hát na, nagyjából gyorsan hirtelenjébe ennyi, aztán ha valami okosság még eszembe jut, akkor majd megosztom veletek. Sziasztok! No, hát este 11 óra, elment 10 óránk ezzel a kis kiruccanással, de legalább szerencsésen, sikeresen, úgyhogy így most már egy quaddal több van a baráti körben, és szerintem azért egy nagyon jó gépet sikerült szerezni, köszönhetően, ha jól emlékszem, Robinak. Úgyhogy tényleg jó gazdája volt a gépnek, jó állapotban is van, meg hát igazából még majdnem, hogy új gép. Úgyhogy Janinál meg megint csak jó helyen lesz, remélhetőleg, úgyhogy hamarosan közös túrák majd indulnak. 1-2 hónap múlva, mert még sajnos nekem más elfoglaltságok lesznek még most közeljövőben, de folytatódni fog majd a történet. Úgyhogy hát köszönöm, hogy velünk tartottatok, szerintem az a rész ez nem lett olyan nagyon hosszú, olyan nagyon veszedelmesen sokat nem videóztam, de egy kevés dolog azért csak belefért. Na, jók legyetek, majd folytatjuk. Sziasztok!